Sziasztok! Ez itt a Hiperkocka legújabb adása, a stúdióban Cebe Gábor. Sziasztok! Murányi Pál. Sziasztok! És Csányi Lilla. A mai napon a képregények kérdéskörét igyekszünk körbejárni. Elsősorban a nem konvencionális, tehát nem szuperhősös, nem Marvel, nem DC képregények kerülnek fókuszpontba. Első kérdésem rögtön hozzátok, fiúk, van-e kedvenc nem konvencionális képregényetek? Van. Igen. És mi lenne az? Az én kedvenc képregényem az a V-Free nevezetű. Ez egy ilyen, nem is tudom képregényeknél, hogy mondjuk ezt egy alkalmas, egy... Egy kötetes? One shot, nem? Igen, one shot, ennek a magyar megfelelője akármi is az. Tehát ez egy három részes mini képregény. Arról szól, hogy genetikailag, illetve nem is genetikailag, inkább mechanikusan módosított állatokból van egy ilyen kísérleti akciócsapat lényegében, ez a V-Free. Egy kormányzati fegyverprogram keretében egy kutyát, egy macskát, meg egy nyulat felszerelnek ilyen mindenféle technológiailag felturbózott, megerősített fegyverekkel telerakott exoskeletonokkal, és akkor ezek ilyen irányítással, ilyen SWAT-kommandós dolgokat csinálnak. Ez nagyon Gáboros hangzik. Igen, de a vicces, vagy hát a vicces felütéssel szemben ez eléggé sötét és komor, és nagyon-nagyon véres. Lényegében arról szól ez a kis szösszenet, hogy amikor megszüntetik ezt a programot, akkor az állatokat ugye likvidálni akarják, de a gondozójuk az ezt így nem bírja, és szabadon engedi őket kvázi. Az állatok meg nem tudják, hogy mi van, ők kitalálják, hogy ők majd jól hazamennek, és hát közben elég sok mindenkit lemészárolnak. Nagyon sötét, véres, és elég megrendítő a képregény. Az állatok képesek így valamennyire kommunikálni egymással, tehát van egy ilyen beszédszintetizátor is beépítve ebbe a páncélba, de nem különösebben okosabbak, mint mondjuk egy átlagos kutya, egy macska, meg egy nyúl, és nem értik igazán, hogy mi történik, és hát egy ilyen tragédia lényegében a képregény. Én mindenkinek nagyon ajánlom, szerintem zseniális az egész, és talán az egyetlen egy olyan képregény, amivel találkoztam, ahol a képregény, mint műfaj, az hozzáadott a történethez. Tehát amit olvastam, és azt mondtam, hogy igen, ez képregényen kívül másban nem nagyon lehetett volna megvalósítani. A vizuális elemek, a feszültségkeltés az mind rettentően profi benne. Az én kedvencem a Saga című képregény sorozat. Ez egy űropera jellegű, kicsit fantasyvel átitatott, ilyen meglehetősen különös galaktikus környezetbe játszódó történet. Két szemben álló faj, akik kicsit hajaznak így az angyalokra és a démonokra, azok közül, akik mint egy háborúban vannak egymással, és azok közül egy fiú és egy lány egymásba szeretnek, csinálnak egy gyereket, elég már azt is nagyon degenerált körülmények között, és hát több idősíkon játszódik, eleve a gyermek narrálja visszafelé a történteket, és hát valamiért mindkét faj üldözi ezt a keverék gyermeket, és menekülnek vele. Biztos túl erős, vagy van valami speci képessége, mert ez általában így szokott lenni. Sajnos már nem emlékszem erre a vonulatra, hogy miért is üldözik ennyire, és én azért szeretem... Szoknitott szandállal. Fehéret. Én azért kedveltem nagyon, mert elképesztően kreatív, tehát annyira újszerű, sajátságos ötleteket találtam benne, meg fordulatokat, meg úgy koncepciót a világ fölépítésére, ami hát ritka. Én direkt úgy is találtam, hogy ilyesmit kerestem, és sok fórumban ezt ajánlották.
Én is ajánlom mindenkinek. És neked, Dilla? Hát nekem a képregényes karrierem az érdekesen indult, mert én ugye először a mangákkal találkoztam, és nekem a gyerekkoromat az itatta át, de aztán igazából így felnőtt fejjel arra jutottam, hogy azért hát a mangák többsége azért nem idő, nem öregszik olyan jól, tehát, vagy én nem öregszem olyan jól, ez már relatív. Hát vagy mondjuk azok a mangák, amiket fiatal korodban olvastál, nem öregszenek olyan jól. Lehet. Minden esetre lassan kezdtem így átpártolni a képregényekre, amiknek azért ilyen egyetemesebb történeteik tudnak lenni, mint annál, hogy tinédzser gyerekek, de nem hat a gravitáció, és megmentik a világot. Most van egy nagyon friss találatom, ami teljesen lenyűgözött, ez a Black Monday Murders címet viseli. Három szóban összefoglalva Financial Occult Horror. Egy nagyon kedves kis történet arról, hogy egy mezopotámiai démon bevette magát a Wall Street alá, és hát a Rothschild családdal kedves kis megállapodást kötve éldegéli világát, és néha a pénzen kívül másra is szüksége van, akkor pedig elszabadul a buli. És kik a protagonisták? Vagy a... Nem találtam még olyat benne. Ez egy viszonylag friss dolog, most jött ki itán a második kötet. Tehát még egy igencsak... Ja, hát igen, akkor még akármi is lehet. Igen, de eddig nem volt olyan szereplő, akit így, jaj, hát ezt úgy a keblemre ölelném. Ti mennyire emlékeztek így a 80-as, 90-es éveknek az ilyen gyermekibb képregényeire, ilyen Bobó Góliát? Fú, nekem ilyen időutazós, tarzanos, vagy valami hasonlók rémlenek, mert hogy ilyenek a nagybátyámnak voltak, és ezeket lelkesen lapozgattam, de hogy így... Volt egy Kockás nevű kiadvány még a szocializmusban, amiben képregények voltak mindenféle műfajban. Abban volt egy jó ilyen felnőttesebb cucc, az lehetett ilyen tarzanos történet, egy fiatal srác ilyen dzsungeles, természetes környezetben, csak kicsit az fantasy hangulatú volt. Francia képregények voltak ezek. Hát igen, a Tarzan igen. Is egyébként elég fantasy. A későbbi iterációk, amikor már dinoszauruszok, meg majomemberek, meg nem tudom. Én a dinoszauruszos részre emlékszem, hogy ott visszamentek valahogy az időben, és ott a T-rexek csörömpöltek a háttérben. És a Bobó meg a Góliát, az nincs meg? Nem, ezeket én a képregényes karrieremet kicsit későn és nagyon konvencionálisan az aktuális Garfield és Kázmér és Hubával kezdtem. Aha. Ó, igen, a Garfield az tényleg egy ilyen ikonikus dolog volt. Hát a Kázmér és Huba is elég. Kétségtelen. Én nekem az mai napig az egy nagy etalon abban a... Hát az ugye egy eléggé másfajta képregény műfaj ez a... napi egy comic strip, amiben ezek a képregények íródtak, tehát talán még a Snoopy volt ilyen, ami ja, biztos igen, sokan igen. Ismernek, a Snoopy, Garfield, Kázmér és Huba ezek, de ezek közül szerintem... Egy ideig futtatták a metróban a Blöki Bár című képregényt, amit én nagyon szerettem, az egy kutyusról szólt, aminek szintén ilyen morbid beteg humora volt, úgyhogy kellemesen szórakoztató volt, de szerintem egyébként a Kázmér és Huba az kifejezetten kiemelkedik még ebből az egyébként elég erős csapatból is. Nem tudom, jó, a Garfieldnek is van egy mélyebb olvasata, de az, hogy az, ami a Kázmér és Hubában megvalósul, hogy van egy gyerek, aki tök kreatív, teljesen egyedi látásmódja van, és mindenki beoltja a francba, és próbálja ezt a gyermeki kreativitást kiölni belőle, ilyen szerintem nem nagyon van ezekben a ilyen napi egyes képregényekben. Hát visszatérve arra, amit említettem,
azok rendes képregényfüzetek voltak, a Bobó is, meg a Góliát is, ezek szerintem skandináv cuccok voltak, ez még a szocializmus végén, így a 80-as évek végén, amikor én voltam ilyen első-második általános iskolás, akkor pörgettük őket. A Bobó az hát ilyen gyermekmese, ilyen fantasy gyermekmese, a főszereplőnk valami azonosíthatatlan emlő, humanoid emlős a Bobó, egy ilyen szőrös teddy bear jellegű figura nagy kalapban. Ezt azt hiszem, erre emlékszek valamennyire. És hát ilyen fantasy kihívásai is vannak, tehát nem tudom, jön a sárkány, meg hasonlók, és vannak a haverjai, a szőrmókok, amik szintén valamiféle ilyen kitalált nép, ilyen kis tojásforma, fehér szőrös, szintén emlősnek tűnő lények. A Góliát egy fokkal volt komolyabb, a Góliát egy kis ősember fiú volt ilyen kőbaltával, és az ősember világban voltak ősember kalandjai. Az egyetlen, ami megmaradt belőle, hogy... Elromlott a mosogató. Az egyetlen, ami megmaradt belőle, hogy befogtak mamutokat, egy mamut családot, és azok voltak a mamut, a paput és a babut. Jaj... Szóval ilyen szintű anyagokról beszélünk, de most, hogy így feljött... Miről maradtunk le? Az a baj, a Bobóról nekem egy nagyon kellemetlen asszociációm van, szintén a 80-as éveknek a terméke, az a... Nem tudom, hogy a zsénél létezik-e hátrább lévő szó, betű, de hogy egy annyira ilyen igénytelen alja anyaga, Bobókat megölik, ugye című skifi, ráadásul skifi regény, ami tényleg valami nagyon tehetségtelen magyar szerző tollából látta meg a napvilágot, és így azt hiszem a Molyon ott van a top 3 legalacsonyabbra értékelt művek között. A talán Bobókat még a... megölik, ugye? Igen, talán ezt még a... Erről én sem hallottam. Még a magyar Superman kalandjai, hogy nem tudom, milyen dzsungelbolygón című csodát is megelőzi negatív értelemben. És azt hiszem valami olyasmiről szól, hogy vannak ilyen torz lények, ezek a bobók. Fábián László itt a bobókat is megölik? Valami olyasmi. Valószínűtlen, hogy két bobóölős könyv is megjelent volna. Hú, már a címlapján is látom, hogy rendkívül igényes. De mivel a hallgatóink ezt nem látják, ezért talán lépjük. Majd belinkeljük a videó alá. Azt hiszem, ilyen gorilla-ember hibridek ezek a bobók, és nem tudom, borzol. És így gondoltak, hogy nem adnak nekik valami rendes nevet. No, de visszatérve a képregényekre, egyébként ugye bár a Marvelt meg a DC-t alapvetően a főleg a mostani filmes dömping miatt a szuperhősös képregényekkel asszociáljuk, azért elég sok olyan anyagot adtak nekünk, amik nem feltétlenül ez az irányvonal, és mégis baromi jók, például a Sandman, ami tényleg egy, szerintem már a születése pillanatában kultikussá vált anyag volt. Igen, hát a Neil Gaiman azért nem nagyon szokott rossz dolgokat letenni arra a bizonyos asztalra, és hát a Sandman sem lett egyáltalán rossz, sőt. Szerintem sokaknak talán az volt az első ilyen rádöbbenése arra, hogy a képregény az lehet más is, mint a standard szuperhősös képregény vonulat. Ez a Sandman egyrészt egy, még mondjuk azt is nehéz mondani, hogy kifejezetten egy érettebb vonulat, de mindenképpen egy egészen más hangvételű történetet mond el, egészen másra használja a képregényt, mint olyat. Egy nagyon különleges alkotás, és mivel már hát ideje korán megjelent, nem is tudom, talán az is a 80-as, 90-es években az első kiadása. Szerintem 90-es évek. Valahogy a Hellblazerrel valahogy egy időben szerintem, és az is eléggé népszerű volt. Mondjuk
számomra érthetetlen módon, amennyire sikeres a képregény, annyira sikertelen az összes bármi, amit próbálnak belőle alkotni. Pedig szerintem John Constantine azért egy elég jó karakter. Igen, hát ő az egyik, akinek ilyen tévéátka van, vagy nem tudom, és minden, amit csinálnak belőle, az nem lesz olyan jó. Vagy legalábbis nem lesz népszerű. Jó lesz, csak nem népszerű. Nem tudom miért. Például az a sorozat, amit egy évad után elkaszáltak, most nem jut eszembe a színésznek a neve, aki játsza, de úristen, az a csávó, az John Constantine reggelizik. Tehát, hogy egy az egybe ez a flagmageci stílus, nézés, mozgás, járás, minden. Tehát szerintem tökéletesen megjelenítette ezt a karaktert, és mégis így egy évad után azt mondták, hogy hát köszönjük szépen, akkor ezt nem. Egyébként furcsa, hogy kicsit elkanyarodunk a képregényektől, hogy mennyire az írott környezetben, képregényekben is, meg könyvekben is, ez az okkult magánnyomozó téma, ez a csapból is folyik szinte, tehát rengeteg sikeres ilyen típusú sorozat van, és valahogy ez nem tudta beenni magát a televízióba. Pedig hát annyira adná magát, egy kicsit fantasy is, alacsony költségvetésből meg lehet csinálni, és mégis inkább az van, hogy ami tévésorozat van ilyen témájú, az inkább ilyen saját útfőből való, tehát nem vesznek meg jogokat mondjuk a Konstantinhoz, hanem csinálnak helyette egy Supernatural-t, vagy egy Once Upon a Time-ot. Vagy valami hasonlót. Hát most nem tudom, belefér a Buffy, mint a kategóriába, de az például képregény alapú. Igen, mondjuk a Buffy az elég népszerű lett, sőt. Sőt, ott volt ugye egy nagyon aljadék film, és utána ahhoz képest egész jó lett a sorozat. Meg volt annak valami ilyen spin-offja is, az Angel, nem? Igen, 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 és még az is elég felkapott lett, de szerintem az részben amiatt a főhős színész fickó miatt, aki nagyon olyan fehérnemű modellesen tudott kikacsintani a hölgynézőkre. Egyébként ez is jó, hogy feljött, mert nagyon sok olyan dolog van, amit olyan emberek, akikkel, hogyha beszélsz geek témákról, és esetleg feljön a képregény, akkor egyből jön az előre bekészített fikahömpe, ugye, hogy hát fúj a képregények, én nekem elegem van ebből a sok színes, szagos mocsokból, ami dől ránk a filmeken keresztül, az összes képregény egy nagy szar, hülye, bugyuta, gagyi, gané, és akkor elkezdi sorolni nekik, mik a kedvence, és akkor mondani, az egy képregény. Azt tudod, hogy a Sin City az képregényből van, meg a Holló, meg ezek. Ja, és ja, ja. Nagyon sok ilyen alkotás van, amik nem a fővonalas Marvel DC univerzumnak a termékeiből, de ugyanúgy képregényekből vannak, és mondjuk képregényfilmek, csak az emberek többsége most már a filmen keresztül találkozik vele, és esetleg mondjuk utána ránéz, hogy ebből van képregény is. Igen, nekem ebből nagy döbbenet volt a Holló, a V for Vendetta, meg a From Hell is, hogy úristen, basszus, ez egy képregény eredetűek, így évekig éltem abban a tudatban, hogy mekkora királyság ez a film, aztán ja, hogy ennek is van valami eredetije. De egyébként szerintem ez csak itthon van így, mert azért Nyugat-Európában elég nagy múltja van a képregénynek, főleg ugye a franciáknál, belgáknál. Hát az ilyen pif. De... Ó, tényleg a pif. Meg a Tintin. Tintin. Már a de egyébként a Valerián is, most tekintsünk el tőle, hogy milyen lett a film, meg így, meg úgy, meg amúgy, de amúgy ez egy kult képregény szintén. Amúgy most azon gondolkozom, hogy mennyire áll meg az a vélemény így első körben, hogy valahogyan a képregényekben kreatívabb, újszerűbb történeteket jelenítenek meg, mint prózában. Van egy ilyen benyomásom. Ez így megáll? Hát
Én ezt mindenképpen adom. Én nagyon sokszor kezdtem el azért képregényt, vagy néztem rá azért egy adott képregény sorozatra, mert zseniálisan, kreatív, vizuálisan is, de történet szinten is olyan dolgok történnek benne, amik egészen elképzelhetetlenek, hogy ezt így egy prózai műben, vagy mondjuk egy tévéműsorban megjelenjenek. És ennek mi az oka? Hát valószínűleg ahhoz, hogy te egyszerre tudjál egy történetet rajzolni és írni, és ahhoz már eleve valami nagyon szárnyaló fantázia kell, szóval szerintem... De hát ezt nem hiszem. Meg a modern képregényeknek a nagy részében Többen csinálják. Igen. Tehát azt nem... Hát változó, attól függ. Változó, de azért a nagyobbaknál majdnem mindig az van, hogy van legalább mondjuk egy rajzoló, meg egy író. Én mondjuk még ezt kiegészíteném azzal, én viszont nagyon sok képregényt azért is hagytam abba, mert egy ilyen fékevesztett, megzabolázatlan kreativitás van bennük, ami nagyon-nagyon szórakoztató az elején, de amikor eljutsz odáig, hogy na jó, ez most már sok. Mi van az előző öt történetszállal? Mi van az előző öt mitológiai elemmel, amit behoztál? Szeretném tudni, hogy jó, azoknak most mi a kifutása, milyen hatással vannak a dolgokra. De nem, mert még itt jön egy ilyen, és akkor ez a lila csillám póni felöklelte az űrhajót, és az indián hadifőnök ledobta tomahawkot, és jó, nem már. Az egyik, ami ilyen volt egyébként, és szintén biztos sokan meglepődnek majd, hogy ez is képregény, az iZombie című sorozat, ami talán most már befejeződött, de mindenképpen több évadot élt meg a tévén. Az eredetileg egy képregényből ráadásul DC, azt adaptálva. Hiszem. Hát azt hiszem, hogy az is a Vertigo, ami a DC-nek az ilyen nem mainstream... képregényeinek a gyűjteménye. Igen, ott van a Fables is. Igen. Meg az előbb említett ugye Hellblazer is. Uh-huh. Hát egyébként oda szokta gyűjteni a DC az ilyen elborultabb dolgait, és hát ez mindenképp rászolgál erre a definícióra. És én elkezdtem olvasni még talán egy-két évvel azelőtt, hogy a sorozatot megcsinálták volna belőle, és zseniálisan jó volt. Annyira jó ugye az élő holtaknak a létezésével kapcsolatos ilyen mitológiai vonalakat hozott be. Nagyon bejött, fasza volt a főhősnő, faszák voltak a sztoriszálak, és ment előre, és így látszott, hogy erre a csávóra is, aki ezt írta, senki nem szólt rá, hogy jól van kisfia, elég lesz. Elég, ennyi, tök jó, amiket írtam, most ezeket fejtsd ki egy kicsit, nem kell még egy új. És én ott hagytam abba, amikor az egyik szereplőről kiderült, hogy ő egy vérfoxterrier, aki ilyen teli holtkor ilyen félig ilyen foxi kutya izévé változott, de már előtte, és ráadásul neki volt egy nagybátyja, aki már nem emlékszem, hogy tisztázatlan okok miatt egy csimpánz. Mármint, hogy így, what? Tehát, hogy így emberi intelligenciája van meg minden, de egy csimpánz, de úgy állandóan. És így ezek... Már nem, tehát nem lehetett semmit sem komolyan venni, és amúgy ez nem egy elborult debilkedés, hanem így valamennyire komoly történetszálak is voltak, de ezek után egyszer nem tudtam elolvasni, úgyhogy félbehagytam. Nem tudom, a sorozat az sokkal inkább a nyomozgatásra fókuszál. Igen, és ezek után jött a sorozat, ami sokkal jobb volt pont azért, mert valamivel kevésbé volt kreatív, de viszont valaki leült, és így a történet, megnézte, hogy van-e a történetszálnak eleje, vége, és a kettő között van-e kapcsolat. Egyébként én nagyon szeretem azt a sorozatot, ami az egyetlen dolog, ami zavar benne, hogy ott tényleg még a legutolsó statiszta is gyönyörű szép. Tehát ott már frusztráltan érzem magam, hogy tényleg mindenki ennyire kurva jól néz ki abban a sorozatban, hogy nem hiszem el, hogy megbotlik a háttérben egy pattanásos tinédzser, és megfordul, és maga az ilyen Justin Bieber ilyen nyálas kisugárzású tini bálvány néz vissza rád. Egyébként jó, hogy feljött így a Vertigo meg a DC rajta keresztül, mert talán az egy nagyon jó kapocs a
a mainstream-ebb képregények, meg a hát, kevésbé ismertebbek között. Most ez az iZombie is talán a sorozat hatására kapott néhány érdeklődőt, de ugye a Fables szintén meglehetősen népszerű, ugye abból a Wolf Among Us című számítógépes játék készült, és hát aki nem tudná, ennek az a története, hogy a rajzfilm hősök azok köztünk élnek New Yorkban egy ilyen saját negyedben, és hát menekülniük kellett a saját ilyen varázskirályságukból, úgyhogy hát most kénytelenek itt slumolni New Yorkban, és hát mindenféle konfliktusok vannak köztük, és hát a rendfenntartó erő az a csúnya nagy farkas, a kismalacos és piroskás és egyéb mesékből. De egészen szórakoztató látni, amikor a gyerekkori ilyen rajzfilm figuráid így visszaköszönnek úgy, hogy hát szegény, szépség és szörnyeteg adósságba verték magukat, mert hát a varázsvilágban megszokott burzsúi életüket itt nem tudták élni, úgyhogy kénytelen a Bell elmenni striptease táncosnak. Igen, egy nagyon-nagyon egyedi kombináció az ilyen igazi, ilyen mocskos, nagyvárosi, gettós Zorinak és a tündérmeséknek, és nagyon jól sikerült. És hát viszont én itt is a képregény olvasását akkor hagytam abba, amikor már az is olyan szinten elszállt az ilyen többedik, sokadik részben, hogy na jó, nem. Ha jól emlékszem, most fogok spoilerezni, de nem nagyot, a Big Bad Wolf után a főhősünk. És hát mikor neki már születnek ilyen utódai, akik szintén komplikált okokból kifolyólag félig, vagy valahányad részt ember, farkas és szél keverékek. Tehát sokszínű röpködő kiskutyákról van szó, akik közül az egyik permanensen láthatatlan. Amikor ez a szál bejött, akkor úgy éreztem szintén, hogy hát ez a vonal ez engem így maga mögött hagyott, és talán jobb, hogyha elválnak útjaink. Egyébként visszatérve a kérdésedre, kreativitás terén, szerintem a fantasynek nagyon jót tett a Trónok harca, és a fantasyben most így egyre másra bukkanak föl a nagyon egyedi ötletes koncepciók. A sci-fi viszont kicsit úgy talán, mintha ülne. Tehát olyan igazán ilyen bombasztikus, forradalmi sci-fit nem nagyon olvastam mostanában, vagy ami így a köztudatba annyira berobbant volna. Talán az az egyszer Marsin kívül. Hát a sci-fi nagyon sok irányba szétvált szerintem, tehát nehéz róla egy műfajként beszélni. Hát pont inkább az van a sci-finél, amiről talán már beszéltünk a műsorban is, és azt mondja, a sci-fire nagyon ráült ez a dark sci-fi vonal, amit valahogy a fantasyhez ki tudta kerülni, hogy a Trónok harcának ez a kardos, baszós, kínzós dolog, ez minden fantasy dolgot így befertőzzön. De a sci-finél valamiért ez a dark sci-fi vonulat, ez teljesen eluralta a piacot, és minden ilyen dark sci-fi, ahol szomorúan üldögélünk az űrhajó sötét sarkába, mert kiment az utolsó villanykörte is, és azon próbálunk dűlőre jutni, hogy vajon a 8 gonosz, sunyi, alantas frakció közül most éppen melyik akar megölni minket. És hát ez nem kedvez annyira egyébként a képregénynek talán, bár ott is vannak elég dárkos vonulatok. Nem tudom, ti tapasztaltátok-e, én meglepve és kicsit azért mondhatni, hogy lelkesen tapasztaltam, hogy lassan így a magyar piac is kezdi felfedezni magának a képregényeket, most egész sok megjelenés volt a... Szerintem ez már 2000-es években megindult, hogy adják ki rendszeresen. Mármint, hogy az ilyen indie képregényekre gondolsz. Nem feltétlenül.
mert az mondjuk így szembe jött velem, hogy vannak ilyen nagy próbálkozások, ilyen nagy lelkes dolgok, amik aztán így elvesznek a nem tudom, gondolom az a probléma, hogy legtöbben nem hajlandók 5-6 ezer forintot áldozni mondjuk egy alien képregényre. Hát igen, ezt nem csodálom. Én amikor ezen meglepődtem, tehát amikor először ez a Marvel mánia elkezdett bejönni, és akkor még akkor létezett ugye az Alexandria, és betévedve... Alexandra. Az Alexandra, és betévedve ott lehetett mindig szembesülni azzal, hogy basszus, Magyarországon Avengers képregény jön ki, meg ilyenek, ami jó, ugye ezek nagyon-nagyon mainstream képregények, de azért nehéz elképzelni, hogy akkora hazai rajongó bázisuk van, hogy megérje kiadni őket. Hát annál is inkább, mivel regényeket fordítani a sokkal olyan szempontból rentábilisebb lehet, hogy egy regénynek a rendes elolvasásához eredeti nyelven, tehát mondjuk angolul, ahhoz egy sokkal magasabb nyelvi ismeret szükséges, mint a képregényhez. Tehát a képregény az kifejezetten nyelvtanuláshoz egy hasznos dolog mondjuk angolul olvasni, mert hát műfaji jellegéből fakadóan kevés benne a szöveg, és a képanyag támogat abba, hogy értsed azt, hogy kontextusba helyezzed az adott szövegelemet. Igen, hát illetve a képregényeknél még az is bejön, hogy valóban egy olyan szinten is sokkal szűkebb réteget, hogy ki fogja ezeket összegyűjteni. Tehát egy képregénynél tényleg ilyen árak mellett azért nagyon meg kell gondolnia valakinek, hogy tényleg fizikailag ezeket megvegye, különösen, hogyha az internetre felnézve, és most eltekintve az illegális lehetőségektől is, bizonyos internetes oldalakon digitális verzióban megvásárolhatóak ezek a tartalmak töredékárakért, mint amit, hogyha itthon bemegyek egy könyvesboltba, szembe jönnek. Mondjuk szerintem pont a képregénynél így sokkal indokoltabb, mert ugye az, hogy azok a képek, mondjuk tegyük hozzá, pláne a színeseknél, egyszerűen egy plusz élményt az, hogy kezedbe fogod és lapozgatod, és így nézegeted a képeket. Tehát nekem mondjuk egy e-bookkal semmi gondom nincsen, mert sőt, kifejezetten örülök neki, amikor egy 600 oldalas dolgot a villamoson nem így egyensúlyozva kell tartanom, és leszakad a fél karom, hanem a kis Kindle-ömön átpörgetem. De mondjuk a Sötét torony az egy döbbenetesen gyönyörű képregény, és a rajzolása meg a színvilága is annyira szép, és nyilván monitora válogatja, hogy néz ki, de élőben, nyomtatásban az egy annyira elementális élmény, hogy azt ott fogod, lapozgatod, csorgatod a nyáladat a képekre, hogy szerintem akár még indokoltabb is egy képregényt fizikai valójában birtokolni, mint egy könyvet. Én vitába szállnék ezzel. Hát, hogyha van egy szép, nagy és jó monitorod, akkor bizony azon nagyobb, jobb felbontású és jobban nézegethető képeket fogsz kapni, mint a standard kinyomtatott verzió. És nagyon sok képregényt, ugye, illetve nem nagyon sok, tehát gyakorlatilag most már az összes képregényt ugye eleve digitálisan rajzolnak meg. Vagy hát valamilyen szinten mindenképpen be vannak digitalizálva. És hát így bizony az lesz, hogy elég könnyű jobb minőséget elérni egy monitoron, mint a kiadott verzióban. És ráadásul, ha már szembe jött a... Ha meg nem monitoron nézem, hanem jó, azért a telefonomon nem, de mondjuk egy tableten vagy valahol, az még biztonságosabb is, mint hogyha a jó sok pénzért megvett képregénykémet elvigyem a strandra, meg a villamosra, meg nem tudom, a hamburgerezőbe, meg ilyen helyekre, ahol bizony könnyen baj érheti, és akkor... Én inkább Lillával értek egyet ebben a kérdésben, nem szeretek monitoron képregényt olvasni, és esetleg tableten.
De jó dolog az papíron, nekem is jó, jobb érzés papíron. Én még a 90-es években gyűjtöttem így képregényt az első generációból, amiket még itt kiadtak Magyarországon, az ilyen Pókemberből, a Transformers képregény, nem is tudom mi jött még ki, így volt valami Avengers is szerintem a 90-es években. Ilyen korai cucc, elég sok Marvel anyag jött ki akkoriban. Nekem néhány DC-s dolgom volt pont ugyanabból az időből, vagy hát DC-s dolog Batman igazából. A Batmant azt én sosem tudtam megérteni teljesen, illetve hát olyan értelemben, hogy... Pali képességeit meghaladtam. De hát az nem is egy denevér. Miért nem fejjel lefele lógva aluszik? Hát de tényleg. Viszont a Batman rajzfilm sorozat az szerintem egy elég ikonikus eleme volt a 90-es éveknek. Igen, és a zseniális, igen. A jó, azt nem, szóval nem lehet elvitatni tőle. És amik nekem voltak képregények, azok szerintem lehet, hogy pont ahhoz jöttek ki. Már nem emlékszem rá, mert nagyon-nagyon régen volt, de minthogyha ugyanaz a rajzstílus, meg hát a hangulat az mindenképpen ugyanaz volt. Mi volt nektek az első, amikor így letértetek a jól kitaposott ösvényről, és az első ilyen nem konvencionális képregény, amiben belefutottatok, tehát ami nem szuperhősös, és nem is ez a tehát Garfield Snoopy jellegű ilyen vicces, egy strippes, vagy ilyen mese, mint még talán a Donald kacsa megtársai, mik voltak, hanem egy ilyen felnőttebb és különlegesebb képregény. Nekem a Sandman volt, és nehézen indult a barátságunk, mert nekem a mai napig a Sandmannek a rajzolása annyira nem tetszik. De maga a történet meg annyira sodor magával, és annyira élvezetes és izgalmas, hogy ennek ellenére így beszippantott. Úgyhogy különösen örülök neki, hogy a spin-offja az most kijött magyarul is, a Death, a halál. Mondjuk az tényleg egy olyan darab, amit így nem viszel a hamburgerezőbe, mert nem tudom, vagy 800 oldal, vastag, kemény kötéses, gyilkolni lehet vele. Nekem a 90-es években, bár az nem indie képregény volt, de az akkori itt magyar közösséghez vagy kultúrához viszonyítva elég progresszív volt, hogy én Amerikában rendeltem akkoriban így 2-3 éven keresztül az Incredible Hulkot, és az egy nagyon nagy minőségkülönbség volt ahhoz képest, hogy amúgy ezzel párhuzamosan magyarra fordítva, meg az ilyen 60-as évek, 70-es évekbeli pókemberek jelentek meg, és az egészen más minőség meg rajstílus volt. Ezek után én nem is tudom, egészen a mostani tavalyig vagy idénig én nem olvastam egyáltalán képregényt. Hát az ilyen felnőttesebbek közül, amit említettél, hogyha most félretesszük az ilyen, nem tudom, futanari jellegű koncepciókat, akkor az előbb említett Saga volt az első, ami, és egyben az utolsó is, amivel találkoztam. Európai képregényt fogyasztotok egyébként? Sőt, mi a helyzet a magyar piaccal? Én semmit sem tudok erről. Az európai képregényekből az elején említett skandináv, illetve francia anyagokat fogyasztottam még fiatal koromban, amikor ezek megjelentek a kockás magazinban vagy saját füzetekben. Hát én is leginkább így vagyok, magyar próbálkozástól nem is nagyon tudok, illetve egy ilyen érintőleges dolog a Tiszta szívvel című filmet megnéztem, aminek van ilyen jellegű vonatkozása is, de ezen kívül nem nagyon, én őszintén úgy vagyok ezzel is, hogy olyan mennyiségű tartalom jön ki, és így, hogy én nekem nincs tényleg semmilyen skrupulusaim nincsenek azzal kapcsolatban, hogy monitoron kell nézni, sőt, előnyben részesítem, angolul is elég jól tudok, így aztán hát egyszerűen
nem is futok bele a magyar tartalmakba, mert van sokkal több angol nyelvű, ami érdekelhet. Egyáltalán milyen magyar tartalom van? Hát, ami ugye évek óta foglalkoztatta az embereket, és most végre kijött, és hát sajnos szerintem messze nem lett olyan jó, mint reméltük, az a Nyugat plusz zombik, aminek az első két fejezete az zseniális lett, de aztán látszik, hogy a Cseppella Oliver egyszerűen annyira mindent bele akart adni, és annyira meg akarta adni a rajongóknak, meg a várakozóknak a tutit, hogy aztán így belefulladt önmagába. Fú, most nagyon ocsmány, gusztustalan és lekezelő leszek. Én amikor ebbe belefutottam, akkor pislogtam kettőt, és megnéztem, hogy igen, én olyan, nem is tudom, 2000-es évek elején valamikor, nem mondnád, talán későbbi, mindegy. Szóval jó pár évvel ezelőtt belefutottam a Pride and Prejudice and Zombies című könyvbe, ami hát kicsit talán hajaz erre a rendkívül egyedi ötletre, és már amikor azt elolvastam, akkor is az volt a véleményem róla, hogy jó. De és akkor mi van? Tehát ez a X dolog és zombik. Nem éreztem, pont ennél a Nyugat és zombiknál, ebbe én is belefutottam több helyen az interneten, és minden akkor jó, de miért? Tehát mire referál itt a Nyugat? A Nyugat című a újságra? Nyugat, igen. A nyugatosok. Adiék, József Attila. Igen. És zombik. Tehát, és ennyi. Tehát a zombi már annyira, nem is csak az, hogy mainstream, annyira már mindenbe tettek már zombit. Tehát kijön egy számítógépes játék, akkor jó eséllyel van egy zombis módja. Mindenről csináltak zombis verziót. Az, hogy valamiben beletesznek egy zombit, ne kelljen már lefosnom a bokámat attól, hogy milyen kreatív. És most ez az ilyen random párosítás, hogy jó, a nyugatos írók és zombik, vagy nem tudom, Csipke Rózsika és a zombik, nem teszi jobbá automatikusan a dolgokat, és ez tipikusan ilyen olcsó figyelemhajhászásnak igazából éreztem. Két dolog, ami miatt így szeretném megvédeni, az egyik, hogy tele van utalásokkal, poénokkal, és ilyen korabeli dolgokkal, amik rendkívül szórakoztatóvá és irodalmivá teszik egyébként, illetve van itthon egy ilyenfajta hozzáállás mind a történelmi, mind a művészeti alakjainkhoz, hogy azok szentek és sértetetlenek, és szerintem így egyáltalán nem árt, sőt hasznos lehet, hogyha néha kicsit ilyen lazábban kezeljük ezt a dolgot. Tehát mondom, az első két fejezeten ott néha sírtam a röhögéstől, amikor így Tóth Árpád így ül a kiütött Ady Endre mellett, és ilyen félénken ránéz a Babicsra, és így az S betűs dolog miatt van így kiakadva. A szimbolizmusra gondolsz? A szifiliszre. Ez oké, de hogy jöttek a képbe a zombik? Igazából nem tudom, hogy jöttek a képbe azon, mármint, hogy eredetileg, hogy jött ez a koncepció, de mindegy, lényegtelen. Én attól tartok, hogy pont úgy jött a koncepció, hogy a Pride and Prejudice and Zombies létezik, meg mondjuk a Marvel Zombies létezik, meg kinézünk, és nagyon sokan kipróbálták már ezt az X dolog plusz zombik instant kreativitás bomba. Csak hát, ha egy ilyet láttál, akkor jó esélye, mert az összeset láttad, mert a zombik annyira azért nem érdekesek, hogy... Hát szerintem ez ugyanarra vonatra akar fölülni, mint az Abraham Lincoln Vampire Hunter című film, hogy valamilyen mainstream és laza és vagány ilyen akcióhősi avanzsáljuk a kicsit poros irodalmi karaktereinket. Hát én attól tartok, hogy itt is arról van szó, amiről egyébként, hogy önironikus legyek, akár a Hiperkocka esetében is,
amit már, ami már a tanúban előjött, ez a kicsi és sárga, de a miénk jellegű koncepció, és szinte az egész magyar ilyen... Vicces, hogy amúgy tök sárga a borítója, tehát még be is talált. De szinte az egész magyar spekulatív fikcióra ezt el lehet mondani, és ez egy állandó vita téma a fórumokon mindenféle anyaggal kapcsolatban, hogy az emberek egy része nagyon lelkes, hogy magyarul kijött valamiféle fogyasztható tartalom, meg amit magyarok csináltak, egy másik része pedig számon kéri, hogy miért nem a New Yorki, párizsi, londoni, torontói színvonalat produkálja egy magyar író, egy magyar képregényszerző, egy magyar podcast csapat. Érdekes egyébként, most az adás kapcsán így feltúrtam az internetot, hogy milyen magyar képregények vannak, és találtam egy számomra tökéletesen ismeretlen Five Panels nevű kiadót, ahol szintén számomra tökéletesen ismeretlen emberek rajzolgatnak egész érdekes koncepciójú képregényeket, de hogy így egyszerűen hozzáférhetetlen, tehát kezelhetetlen az oldal, nem tudom hol, honnan, mennyiért lehetne beszerezni őket. Például az egyik az egész cukinak tűnik, ilyen busószerű, ilyen kis démoni lények vannak benne, és egész aranyos a rajzolása, de egyszerűen ez a jó, ez nem tudom, mi akarom, de nem tudok hozzájutni. Egyébként most, hogy így ennyit időztünk ennél a témán, ennek eszembe jutott még kettő, bár hát egyik sem annyira az, amire eredetileg gondoltunk. Az egyik az a rejtőjenős dolgoknak, többi rejtőjenő történetnek van képregény változata, amit kiadtak. Ebben nem tudom, hogy ti belefutottatok-e, én nem olvastam egyiket sem. Hát de... azok nagyon erősen a regényre épülnek, viszont tényleg a rajstílusuk az elég király. Igen, én nekem is ez maradt meg, hogy egy nagyon egyedi és tényleg rendkívül minőségi rajstílussal benyitették a rejtős dolgokat. Úgy tudom, hogy új sztori nincsen benne, tehát feldolgozták a Piszkos Fred történeteket. Nem, hát hogyha új sztori lenne, akkor nem rejtőjenő lenne, mert hát ő már szegény, nem sok új sztorit fog írni. De igen, erről van szó, amit talán egy sikeres magyar próbálkozásnak lehet tekinteni. A másik viszont inkább az ilyen párkockás... Napi rajz, meg a párkocka volt ilyen, ami nagyobbat ütött. Igen, hát a napi rajz az, úgyis a webképregényről is majd akarunk beszélni, szerintem a napi rajz az eléggé általánosan ismert, nagyon-nagyon egyedi és magyar. Teljesen magyar, és egy olyan dolog, ami attól jó, mert magyar, mert például egy napi rajzot lefordítani más nyelvre nem nagyon lehetne. Hát annál is inkább, mivel azért nem is tudom hány éve szippantotta be a politika így egy az egybe a napi rajzot, és most már lényegében kifejezetten az egyik politikai szemszögnek az ilyen kúnyképregénye. Vagy hát nem teljesen, amiről te beszélsz, az az Indexen felelhetős verzió, de azon kívül van a saját blogja továbbra is a Grafitembernek, ami ritkábban, de frissül. Aha. Hát nyilván, azt majd megkeresem. Nyilván az Indexes képregényeiért fizetnek neki, a sajátjaiért meg nem, tehát... Jó, ez nyilván világos. Világos az egyenlet, de hogyha attól eltekintek, akkor is tehát több évnyi ilyen anyag van, tehát rengeteg. Én nekem megvan a némelyik napi rajzos könyv, és több kötetnyi jelent meg, és jó vastag kötetek. Meg a másik ilyen pedig még a Marabunak a Dili Dodós képregénye, mi pedig hát egy ilyen szürreális, szintén strip alapú. Marabú alkotott a párkockára is. Igen, hát ő volt az egyik, aki amikor a Kretén magazin megszűnt, akkor az internetes verzió ment tovább, meg a párkocka lett a másik ilyen. Szóval én ezekbe futottam bele magyar vonalon. És ha már így feljött, akkor a webképregény műfaj szerintem. Fú, szerintem az egy nagyon-nagyon ötletes és szórakoztató műfaj. Én örülök, hogy így kinőtte magát. Az, hogy
alkotók éveken át képesek ugyanazt a színvonalat produkálni hétről hétre egy bizonyos tematikájú képregényen, és ugye tökéletes táptalaj egyébként az ilyen geek tematikájú dolgoknak is ez a webcomic, én üdvözölten és tárt karokkal fogadtam. Igen, ez nagyon-nagyon elkapta az első néhány, aki a Penny Arcade volt az első, ami ilyen nagyon-nagyon híres lett, ami ugye kifejezetten egy ilyen geek témakörökkel foglalkozó, ilyen átívelés nélküli egy-egy poén, tehát minden hétre, vagy minden komikra egy poén jutó cucc volt, a két geek srácról, akik geekek, és így nagyjából ennyi, és élik a kis életüket. Aztán ugye hát ez is szétburjánzott az internet minden irányába, és ma már Dunát lehet rekeszteni vele. De hát ugye könnyű előállítani, nagyon-nagyon könnyű terjeszteni, relatív. Persze nyilván ezt is, hogy sok emberhez eljutasd, ugyanolyan problémákba ütközik, mint minden más. De nem kell kiadó, nem kell papírra nyomtatni, az interneten örökké eláll, bármit is csinálhatsz, és hát a te saját kis közösségednek, hogyha megtalálod, hogy mi az, ami tetszik nekik, akkor nagyon jól ki tudod élni a kreativitásodat, esetleg még pénzt is tudsz belőle keresni. A kulcs a macskák. Nincs is olyan sok macskás szerintem. Hát a Sarah Scribblesben is rendszeresen felbukkannak a macskák, akkor van az a képregény, ami már nem tudom, szerintem 3 vagy 4 éve él, az Adventures of Business Cat, ami igazából arról szól, hogy van egy macska fejű, de ilyen tipikus üzletember, aki viszont macskaként viselkedik. Tehát amikor így néz a dolgozó rettentő bánatosan, és ott egy véres egér az asztalon, és csak így fölnéz rá, hogy ajándék neked, örüljél! Ez elismerés! Igen, de hát az viszont kifejezetten egy ilyen, hát nem rendszeresen frissülő cucc, nem? Abban én csak néha-néha szoktam belefutni a neten, és nincs hát belőle annyira nagyon tudom, sok. Azért elég sok van most már. Egyébként az is jó, az ilyen típusú dolgok is nagyon jók, hogy mivel nincs meg az a kényszer sem, ha nem mondjuk tényleg egy ilyen profitorientált, hetente kétszer frissülő történetre felfűzött cuccot csinálsz, hanem van egy egyedi kreatív ötleted, amihez időről időre úgy előjön valami poén, és akkor csinálsz egyet belőle, és kiéled magad, egy csomó ember örül neki, és nincsen rajtad olyan típusú nyomás, mint hogyha életvitelszerűen csinálnád, vagy mint hogyha egy ilyen folyamatos kontentet gyártani, és ilyenből is nagyon jók vannak. Nekem az egyik kedvencem ebből nem tudom, hogy még frissülgete, tavaly vagy tavaly előtt jött szembe az Ordinary Batman Adventures. Jó, igen. Ami igazából annyi, hogy nem is annyira képregényesen, hanem ilyen kicsi animált néhány képkockás gifekben Batman ruhában hétköznapi dolgokat csinál. Tehát elmegy madárlesre, nem tudom, összegerebézi a leveleket a kertben, és beleugrik, meg hasonlók, és nagyon-nagyon vicces. Volt az, amit valami Csajci csinált, ami egy ilyen disztópikus világban, ilyen beteg, kicsit romantikus, akármicsoda volt. Ami benne az összes szereplő ilyen gázmaszkban. Igen, meg... igen. Jaj, igen. Tudom csak mi a címe. Valamitán Apokalipsz van a címben. Igen, valami romantik apokalipsz, vagy valami hasonló. Romantically apokaliptik talán. Igen, az. Az is nagyon jó volt. És az gyönyörűen volt megrajzolva. Igen, igen. Egyébként, ami a webkomikoknál sokszor meglepő, az tényleg az, hogy annyira minőségi a rajzolásuk, hogy az embernek leesik az álla. Tehát jó, van sok, ami kifejezetten ilyen, látszik rajta, hogy ez egy egyszerűbb dolog, ahol a poénok, meg a sztori, meg az egyebek a lényegek, és csak úgy azért rajzoltunk mellé valamit, de tényleg van sok olyan, ami egészen elképesztően minőségi és művész, és ez mondjuk pont olyan.
Igen, de általában a webkomikot az viszi el a hátán, hogy van valami nagyon jó ötlet, és abból nagyon szórakoztató konfliktusok támadnak a sztoriban. Például, de egyébként a kettőnek az ötvözete az Oglaf, ami szerintem nagyon szépen van megrajzolva, és egy ennyire pervers, beteg fantasy képregényt még életemben nem láttam. Az Oglaf az mindenképpen zseniális, és nagyon furcsa, hogy az Oglaf nagyon minőségi, rendszeresen frissül, és igazából nem tudom, hogy azt most valaki üzletszerűen csinálja, vagy saját szórakoztatására, mert nincsen tele ezekkel a, nem tudom, vegyél, nem tudom, oglafos sikosítót, vagy műpéniszt, vagy valamit. Hát azt hiszem kijött könyvben, meg lehet ilyen oglafos poblót, meg ilyeneket venni, de valójában nincs tele szemetelve ilyennel az az oldal. Tényleg az Oglafnak valami egészen egyedi hangulata is van. Az egy, az szerintem az eltekintve attól, hogy most miszer az egy igazi művészeti alkotás abból a szempontból, hogy tényleg elképesztő. Most te megjelent előttem a recskázó entes rész, és ó, de művészi! De nem, tényleg nagyon jól van megrajzolva, elképesztően fantáziadúsak az ötletek, nyilván mindegyikben van valami kis perverzió vagy szexualitás, és egy nagyon egyedi hangulata van ez a végletekig vidám, de rendkívül sötét és morbid tónusokba átcsapó. Mindenki nézze meg az Oglafot, kivéve ha még nem múlt el 18. Úgy. Amúgy vicces, hogy pont a webkomikok ezt a vidám, de nagyon sötét egyben hangulatot, ezt tök jól tudják hozni. Például nem tudom, ki az a beteg elma, akinek eszébe jutott a Garfield minus Garfield nevű webkomik, aminek igazából az a koncepciója, hogy ugye a Garfield című képregényből kivette a Garfieldot, és emiatt ugye ott maradt a John, mint egy ilyen magányos, magában beszélő, ilyen szánalmas emberi roncs, és ez valahol iszonyatosan nyomasztó, de ugyanakkor rendkívül szórakoztató, és a Garfield alkotója maga azt nyilatkozta, hogy ez a legkreatívabb ilyen Garfieldos dolog, amit valaha látott. Én ilyenből azt láttam, amiből nem a Garfieldot vették, hanem csak a Garfieldnak a szöveg buborékjait. Amit ugye a Garfieldban a Garfield azokat gondolja, és az olvasó az összerak egy ilyen dialógus, de ha az nincs ott, akkor tényleg a John csak így megy, és szomorú dolgokról beszél magában, miközben ott fekszik a macskája, és néz. Ami egy kicsit más hangulatot ad. De tényleg ez az egy zseniális ötletre nagyon sok dolgot fel lehet fűzni, ez jellemző az ilyenfajta webkomikokra. Nekem még egy nagy kedvencem van ebből, a Manly Guys Doing Manly Things című, aminek a készítője azt vetette föl így az elején, hogy mihez kezdenek magukkal az ilyen hipermacsó videójáték karakterek, meg filmkarakterek, hogyha már így kifut a szerződésük, és hogy illeszkednek vissza a társadalomba. És hát nagyon sok vicces szituáció adódik ebből, és sok hát a egyébként ilyen ismert karakterekkel abszurd szituációk vannak megjelenítve, és nagyon szórakoztató. Ú, nekem ilyen ötletből a Skandinávia versus the World. Ja, igen. Nagy kedvencem, ahol a skandináv országok karakterek, és akkor az ő dialógusaikat, meg reakcióikat figyelhetjük meg a világ dolgaira. Valamiért ez nagyon népszerű, ez a koncepció, ez az minden ország egy ember. Szerintem ezt a Hetália hozta be egyébként. Igen, de a Hetália, van a Country Balls is, ami szintén egy nagyon hasonló, sok helyen szembe jövő koncepció, az a Scandinavia versus the World is. Scandinavia and the World. And the World, igen. Hát, amik még tényleg érdekesek, azok viszont, ami ugye ez a formátum, amit most kitárgyaltunk, ez talán ezt lehet azt mondani, ez a klasszikus webkomik.
ez a valami jópofa ötletre kihegyezve alkotunk egy ilyen webképregényt, amiben minden egyes epizód egy új vicc végül is, de vannak az ilyen elhúzódók, átívelő sztorikra épülő dolgok is, amik pedig abban tudnak talán újat mutatni, hogy egy olyan típusú összefüggő történetet hoznak, ami sokkal egységesebb tud lenni, mint a mainstream képregény. Ugye a mainstream képregényeknél sokszor előjön az, hogy annak ellenére, hogy ugye te megalkotod a magad kis egybefüggő képregényét, azért annak valahogyan illeszkednie kell a saját kis világába, de arra is figyelni kell, hogyha a visongó Petike az anyukájától az ötödik részt kapja meg elsőnek, hogy fogja már be a száját és maradjon csendben, akkor Petikének azért valamennyire érteni kell, hogy mi a franc történt az előző négy részben, mert különben csak bőgni kezd újra. Tehát a legtöbb képregényben nagyon sok a redundancia, sok a visszautalgatás, ugye a szereplők ilyen extra expozíció kapitány üzemmódban így kiszólogatnak, vagy esetleg még oda is van írva ilyen külön megjegyzésben, hogy ebben és ebben az előző számban van az, amiről most szó van ilyen öt mondatban, hogy te is megértsülje kisgyerekem. És ugye erre a webkomiknál nincs szükség, mert hogyha kíváncsi vagy rá, akkor akár az egészet az elejétől bármikor el tudod kezdeni olvasni. És ilyen epikus történetek jönnek létre. Talán a legjobb ilyen geek vonatkozású cucca az Order of the Stick, amit biztos, hogy sokan ismernek. Ami hát egy D&D kaland lényegében. És hát most már talán 5-6 éve, vagy még hosszabb ideje meg? Biztos, hogy sokkal régebben, legalább 10. Igen, mert már akkor is olvastam, amikor egyetemre jártam, ami nem ma volt. Biztos, hogy igen, még 2010 előtt már azt meg olvastam. Meg akkor született valamikor a 2010-es évek elején a Richardnak a kis dalocskája. Ami valaki ja, igen, az meg a Looking for a Group, ami... Ja, igen, ezt a kettőt mindig összekeverem. Pedig elég különbözően nézne. Igen, kétségtelen, de mind a kettőt nagyon régen vettem elő, és már egy kicsit egybefolyik a de szóval a lényeg az, hogy ezek tényleg igazi epikus történetek, tehát akkor ezek szerint egy évtizeden keresztül készülő, mondjuk heti egy-két strippel igazi gigaképregények. Van-e, nem is tudom, hogy van-e ehhez hasonló a mainstream vonalon? Hát ott szerintem nem nagyon van. Nem, mert szerintem a mainstream webkomikokból, amik népszerűek, azok ilyen társadalomkritikusak, tehát mint a Saturday Morning Breakfast Cereal, meg a Sarah Scribbles. Nem, de most a mainstream képregényekre gondoltam. Ja. De szerintem ott sem nagyon van, mert ott is az van, hogy nem nagyon, tehát nem lehet, nincs olyan vásárlóerő igazán, akire építeni lehetne, aki mondjuk 10 éven át vesz egy képregényt azért, hogy az egybefüggő sztorinak az egészét birtokolhassa. És hát azért van a sok ilyen univerzum reboot, meg hero reboot, meg most ugyanez a hős, csak nem tudom, fejjel lefelé hat rá a gravitáció, meg hasonló. Van-e olyan dolog nálatok, amivel belefutottatok akár véletlenül, akár szándékoltan keresgélve, és olyasmi, amit valószínűleg nagyon kevesen ismernek, és viszont nagyon-nagyon ajánlanátok? Fú, én pont nemrég futottam bele egy nagyon szórakoztató képregénybe. Az a cím, hogy Sex Criminals, és egy ilyen morbid beteg humorral operáló, ilyen kicsit sötét, de nagyon-nagyon vicces képregény. Arról szól, hogy van egy hölgyemény, aki minden alkalommal megállítja az időt, amikor orgazmust él át, és hát összefut egy úriemberrel, akinek szintén ez a képessége, és hát rájönnek, hogy ezt használhatnák nem annyira törvényes célokra is, ezt a csudió képességet,
és hát az elején itt a hölgy emlékezik vissza, hogy hogyan ébredt fel ez a képessége, és valami hihetetlenül szórakoztató. A rajzolása annyira nem szép szerintem, de a poénok, meg ahogy kiszólogat az olvasónak a karakter, az zseniális. Számtalan kérdésem lenne ezzel a koncepcióval kapcsolatban, de most nem teszem fel őket. Mert így vagy? Nem, mert túlságosan 18 pluszosak és komolytalanok. Hát a hiperkocka 18 pluszos. És komolytalan. És komolytalan. Jó, akkor az érdekel, hogy a fickó ejakulációja során, ha létrejön az időmegállás, akkor a sperma, ami kifrecskelt a péniszéből, az vajon melyik időségben fog tovább mozogni? Mert most nagyon vizualizáltam, ahogy így fölkel a fotelból, és így megkerüli az időbe beledermet, éppen a levegőbe repülő spermáját. Illetve ezzel kapcsolatban ezt tovább víve ezt a gondolatot, az ejakuláció folyamata során több ízben ismétlődik ugyanez a dolog. Melyik pillanat az, amikor megáll az idő? Nem tudom, itt még nem tartok a képregényben, de az első jelenetben lévő szex jelenetben én arra tépelek, hogy egy ószert használnak, mert semmilyen freccsenő sperma nincsen benne. Ennyi. Akkor biztos cenzúrázott az egész. Szándékosan homályban hagyják ezt a kérdést, hogy legyen min izgulni. Megvedd a következő volumot is. Mert ha lelassul számára az idő, akkor gondolj bele, hogy a spermával gyakorlatilag bármilyen szilárd objektumot átlőhet. Ezt szerintem nem igazán gondoltad át te. Igen, ezt nem értem én se, hogy... Hát hogyha a ejakulátum ugyanabban lelassult időbe kerül, akkor a normál idő szempontjából az szinte végtelenül felgyorsul a mozgása a spermának. És egy fénysebesség közeli sebességre felgyorsított sperma, az lényegében bármilyen általunk ismert szilárd tárgyat át tud ütni. De nem, miért gyorsulna fel fénysebességre? Ennek sem értem, amit mondasz. Hát ha a fickó saját időkerete lelassul szinte a végtelenségig, akkor kívülről nézve ő felgyorsul szinte a végtelenségig. De valószínűleg ez nem relativisztikusan van megmagyarázva, mert abban az esetben előjönnének ezek a kedves paradoxonok, hogy jó, akkor a fickó önmaga is minden darabokra tud törni, pusztán egy pöcköléssel, mert az effektív tömege, nem tudom, 4 csilliárd tonna. Igen. De mivel az idő megállítás rendszerint a fikcióban nem így szokott tenni, pont amiatt, mert különben semmi értelme nem lenne, hogy egyszer megállítottad az időt, mentél egy sétát a házad körül, és utána soha többet nem lehetett helyreállítani ezt a környéket, mert egy, nem tudom, 800 méter átmérő krátert ütött minden lépésed a padlóba. Ezért ezt ki szokták hagyni például a D&D-s Time Stop varázslatból is. Hát jó. Elfogadom. Én talán egy kicsit kevésbé controversial topikot hoznék föl a képregények terén, és nem is annyira ismeretlen, de itthon még nem találkoztam olyannal, aki olvasta volna. Egy kint nagyon népszerű. A Sandmanhez kicsit hasonló a hangulata, de hát nem is földhöz ragadtabb, de mindenképpen emberközpontú. Lock and Key a címe. Jaj, igen, én ismerem. Na, hát akkor ezen is ismerem. Mindegy, mindenképpen megéri mindenkinek, aki esetleg nem ismerné, kipróbálni. Arról szól, hogy van egy család, egy ilyen hát csonka család, akik új helyre költöznek, és ez az új hely, ez egy nagyon különös ház, ahol sok különös dolog történik, és ezek mindegyike kulcsokhoz
kötődik, kulcsokhoz és zárakhoz. Különleges kulcsok vannak, amik hát speciális dolgokat nyitnak, és mindegyiknek van valamilyen természetfeletti áthallása. De ilyen jellegűek vannak. Például, hogy egy kulcs, amivel ki tudod nyitni bárkinek a fejét, és mikor kinyitottad, akkor onnan kivehetsz meg, betehetsz gondolatokat, és amiket kiveszel, azt mondjuk elfelejti, amit beteszel, azt pedig hirtelen arról tudni fog, arra emlékezni fog. Ajtók, vagy hát kulcsok, amik az időben nyitnak ajtókat, vagy más ismeretlen helyekre, és hát ez a, azt hiszem, három kiskölyök van, akik egy ilyen idősebb testvér, például egy fiú, meg egy lány, meg egy egészen kicsi lány, és ők kezdik el így felderíteni ezt a házat, meg a rejtélyeket, és hát nyilván vannak antagonista erők is. Nagyon jó a rajzolása is szerintem, a történet elképesztően jó, és az egésznek a misztikuma is nagyon egyedi és különleges. Rendszerint minden egyes ilyen nagyobb iteráció, tehát egy-egy ilyen volume, egy-egy fejezet, az egy külön történetet dolgoz föl, amiben az egyik kulcsnak van központi szerepe. Ennyi lett volna a mai adásunk, nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattátok, hogyha tetszett, akkor lájkoljatok, iratkozzatok föl. Sziasztok! Sziasztok! És írjátok be a kedvenc indi képregényeteket kommentbe. Úgy. Főleg Palinak, aki már alig várja, hogy elolvashassa az összeset. Így. Sziasztok!